A közelmúltban ismét Szegedre látogatott Zsigmond Vilmos. A világhírű operatőr a CNN gasztronómiai műsorának forgatócsoportját hozta el szülővárosába. Eredetileg csak Budapestre akartak jönni, de azt mondta nekik, a szegedi halászlét nem hagyhatják ki. A városi televíziónak a belvárosi mozi róla elnevezett nagy terme mellett adott exkluzív interjút. Mit mondja a operatőr kollégámnak, Rajki Robertnek, kicsit remegett azért a keze, amikor a lámpákat és a kamerát állította be. Ez az, ami a világ egyik nagy tévé csatornáját Szegedre hozta, a halászlé. Pontyból, frissen főzve, szegedi paprikával, természetesen alaplével, tészta nélkül. Anthony Bourdain az, aki meg van ilyen konyha műsora, tulajdonképpen nem tudom, mennyire ismerik Magyarországon. Ellátogat mindenféle országba, városba, és megpróbálja a hangulatát a városnak megadni, meg mindig rendszerint felvesznek valakit, aki kalandozolja őket. És ők engem kértek meg arra, hogy kalandozoljam őket itt Budapesten. És hát Szegedre is lejöttem, mert ez a szülővárosom, ugye. Szerették volna azt, hogy kérdezték azt, hogy mit forgassanak itt, mondtam, hát menjenek el a körösi halászcsárdába, és vegyék fel ott a halászlevet, hogy csinálják. Zsigmond Vilmos rendszeres vendég az öreg körösi halászcsárdában, ezért ajánlotta őket az amerikai stábnak. Minden esetre megérkezésüket nem verték nagy dobra. 13-an jöttek, két nagyobb és két kisebb kamerával, számtalan lámpával. A konyhában közvetlen közelről vették föl, hogy is készül a szegedi halászlé. A hírt azt tulajdonképpen viszonylag későn tudtuk meg, december közepén értesültünk arról, hogy a CNN Magyarországra fog látogatni. Ennek több oka is volt, hogy ilyen későn kaptuk meg a hírt. Nem szerették volna, hogyha nyilvánosságra kerül, hogy Amerikából jön a CNN, illetve nagyon titkolták ezt az egész eseményt. Kocsó Krisztián konyhafőnök rutinos szakács, idegen országokban is főzött már. Azt mondja, semmi különleges dolgot nem tett a CNN-es halászlébe, ugyanúgy főzte, mint máskor. Kamerától egy kicsit idegenkedtünk, de a napi rutinhoz hozzátartunk. Tehát, hogyha van kamera, ha nincs kamera, ugyanez a technikai folyamat játszódik le minden napokban. Nem tudtak kóstolni közben, csak a végén, mert az Anthony Bourdainnek a gasztron műsorához kellett ezt az anyagot felvenniük. Ők ketten falasztottak Zsigmond Vilmos úrral, és a visszajelzések alapján úgy nézett ki, hogy meg voltak elégedve a kinézetével és az íz állományával. Zsigmond Vilmos ezúttal az objektív másik oldalán állt, őt vették a kamerák. De végül még egy helyszínen forgattak. Meg kell, hogy említsem nekik, hogy van egy mozi, aminek a nevét én viselem itten. Hú, hát akkor azt is föl kell venni. Aztán mondom, hogy így kerültem ide le, sajnos csak így fél napot tudtunk ide lejönni. Ja, vannak rokonai, mind alig tudok velük beszélni, most is várnak engemet, hogy pár percet töltsek velük, ezért nem tudok sokáig maradni itten. Persze a világhírű operatőrrel, ha már lehetőségünk adódott, nem csak az ételekről, de a filmekről is elbeszélgettünk. Többek között a bánkbárról, aminek ő volt az operatőre. Opera az egy nagyon jó műfaj, olyan szempontból, hogy egy zene és képek. Szóval én szeretem azon a filmekben, mint nincsen dialógus. Éneklés az jobb, mint a dialógus szerintem. De különben is szóval nekem nagy szerencsém volt, hogy a Csaba K.L. rendezte a filmet, aki egy nagyon jó operarendező, és hát szerintem nagyon jó sikerült a film. Én egy ilyen amatőr fényképész vagyok, aki mindig egy kamerával jár a kezébe, és szeretek fényképezni, főleg olyan dolgokat, amiben a fény a fő dolog. Ilyen szép fényhatások vannak, ilyen hangulatok, ami főleg vagy a napfénytől jön, vagy a világítástól függ, vagy valami szóval. Szóval én ezeket a fényképeket szeretem csinálni, és mostan valaki elhatározta, a barátom, a Ricsi Lombalter, akivel együtt van egy kis vállalatunk, ugye Budapesten ilyen kameravállalatunk van, és ő szponzolálja a lényegében ezt a kiállítást, és hát sokat dolgoztam azon, hogy kiválogassam a sok képen közül, hogy melyik az, amit érdemes fölrakni a falra.
6 dancing lessons in 6 weeks. Mm-hmm. Ez a film az, ami most a legutolsó film, ami kijött. A Gina Rowlands a főszerepbe. Egy öreg hölgyről szól, aki unalmában, hogy egy özvegy, és hát mit csinál az életében, elmegy táncot tanulni. És van egy tánctanár, aki fiatal, és ennek a kettőnek a szerepe egymással, hogy hogy jönnek ki. És érdekes lesz majd megnézni, hogy, hogy ide kellene Magyarországra, vagy nem. Kitalálták ezeket a filmeket, hogy a digitális fényképezés, a digitális utómunkák miatt mindent meg lehet csinálni utómunkában, szóval ilyen visual effektusokkal. És sajnos most rányomja a bélyegét a mai filmekre, hogy amiben nincsen vizuális effekt, az már nem is jó. Szóval én pedig, amikor tanítok az iskolákba, szóval iskolában, amikor tanítom a jövő generációt, azt elmondom nekik, hogy menjenek és tanuljanak a régi filmekből, nézzék meg, hogy azok hogy vannak, és hogy a filmek valamikor főleg emberekről szóltak, emberi történetekről, és ne essenek abba azért, hogy minden vizuális effektus legyen, mert az unalmassá válik. Elsősorban is ugye ahhoz, hogy az ember egy képet csináljon, az először el kell gondolni azt, hogy mi legyen a képbe benne, és hogyan legyen. Szóval ez a része még megvan nekünk, csak az a része az, hogy amikor már megvan a képen, itt az elnőn, ugyanapról pillanatban, amikor az ember azt mondja, na most már ezt fölveszük, szóval akkor már abban a pillanatban lehet kritizálni és megbásítani, hogyha akarják. Csak az emberre fölvetődik a kérdés, hogy miért fizetnek engemet ennyi és ennyi pénzt, hogy valaki bele akar szólni, hogy olyan legyen. Szóval akkor is kinek legyen az igaza. Szóval ez egy nagy probléma, amit sajnos nem tudunk megoldani. Főleg azt a részét nem tudjuk megoldani, hogy amikor a kép az utómunkákba kerül, mi tudjuk azt, hogy mi az, amit mi fölvettünk, hogy kell javítani, mit kell még jobbá tenni, mi tudjuk azt, de mások is azt gondolják, hogy tudják. Szóval másik probléma az, hogy ma már mindenkinek van majdnem fényképezőgépe, és mindenki azt hiszi magáról, hogy fényképész.